Ha szeretnél vásárolni eredeti játékokat sokkal olcsóban, mint bármelyik áruházban, PC-re, Xbox-ra vagy akár PS4-re, itt van a G2A. Meghoz bármilyen eredeti játékot 50%-os vagy akár 75%-os kedvezménnyel, linket megkapod a leírásban. Na, hello, hello mindenkinek, srácok, egy jobb videóval készültem nektek, hisz többen is kértétek, hogy készítsek egy videót, ahol megmutatok nektek pár érdekes dolgot, hogyan növeljétek az FPS-eket Fortnite-ba. Megemlítem, hogy van olyan rész a videónak, ahol csak azoknak szól, akiknek Nvidia videókártyájuk van. Kezdjünk is neki, srácok, ne felejtsetek megcsapni ezt a like gombot, iratkozzatok fel a csatornára, ha szeretnétek segíteni, hogy elérjem a célom 45 000 feliratkozó minél hamarabb, nagyon szépen köszönöm előre, csapjuk is meg. Az első lépések azoknak szól, akiknek Nvidia videókártyájuk van. A második lépésen, srácok, a game módot keressétek meg. Nagyon-nagyon hasznos, hisz nekem is be volt kapcsolva ez a game mód, és nagyon-nagyon sok FPS-t, mint látjátok, nekem ki van offolva, de onnan volt, mint látjátok, nagyon-nagyon sok FPS-t húzott le az összes játékon, amit játszottam. Normálisan mit csinál ez a game mód, mint látjátok, rekordolja a backgroundba, szóval a háttérbe ő felveszi nekünk a játékot, videóra, amit játszunk. Lépésnek, srácok, az energiatervet fogjuk megváltoztatni, angolul power plan. Hogyha esetleg van ultimate performance, srácok, akkor ajánlom az ultimate performance-et, de hogyha nincs, a high performance is jobb, mint a balanced. Negyedik lépésnek, srácok, a device managerbe megyünk be, és srácok, meg tudjátok nézni, hogy mi van bekötve a számítógépbe, ugyanúgy a videókártyát, meg a procit is. És srácok, nagyon-nagyon fontos, hogy mindig, de mindig a processzorod és a videókártyát legyen leupdate-olva naponta. Lehet, hogy nem ma jelenik meg az új update a videókártyának, de lehet, hogy holnap. Szóval érdemes egyszer egy hétben megnézni. Az ötödik lépés csak azoknak szól, akik Discordot használnak. Az utolsó lépés persze, hogy a Fortnite-on belüli beállítások. Itt srácok, a window módot állítsátok full screen-re, nagyon-nagyon fontos. Hogyha window módon van, vagy window full screen, akkor kevesebb FPS-etek lesz. Másodszorban a resolution-t állítsátok úgy be, ahogy nektek tetszik a játék. Lehet full HD-ra tenni, de hogyha nem bírja a játékot, akkor húzzátok lejjebb a resolution-t, és egyből több, sokkal több FPS-etek lesz. Csak annyi, hogy már nem fog full HD-ba menni a játék.
Kb. Ennyi van a videóval, remélem, hogy érthető voltam, remélem, hogy érthető volt a videó is. További szép napot kívánok mindenkinek, lájkold és iratkozz fel a csatornára. Hogyha segített, nagyon szépen köszönöm.